Szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a vasárnapi pszichotrillák dr. Kádár Anna Máriával. Szerbusz Anna, köszöntelek. Szia Petra, én is köszöntöm a nézőinket. Lassan, de biztosan megérkezik a nyár. Mondhatjuk azt, hogy most már tavasz van, bár ez még egy-két heten pont nem úgy nézett ki. Egy kicsit megcsúszott az idő, de most felvesszük ezt a tavaszi fáradtságot, megpróbáljuk vele a küzdelmet megnyerni, és akkor most ebben a fél órában nem elaltatni az embereket, hanem egy kicsit rávilágítani egy olyan szindrómára, egy olyan jelenségre, ami az utóbbi időben elég gyakori, ez pedig nem más, mint az impostor szindróma. Nem tudom, hogy önök hallottak-e róla, én nem. De most, hogy egy kicsit így utána jártunk, megbeszélgettünk mi már erről, hát igen, azért elég sok emberre ez jellemző. Sőt, tulajdonképpen a statisztikák szerint 70%-a az embereknek küzd ilyen problémával. Ez az impostor szindróma, ez tulajdonképpen arról szól, egy ilyen rövid mondatban, ismertetem a nézőkkel is a mai témánkat, hogy valaki az elismert és letett eredményei és képessége alapján sem ismeri el magát szakembernek, tehát azt a tudást nem ismeri el, úgy érzi, hogy csaló, és hogy bármikor lebukhat és kiderülhet róla, hogy ő mindenre nem képes, amit kívülről látnak belőle. Na hát Anna, akkor egy kicsit fejtsd ki, hogy ez pontosan honnan jön meg, akkor ez most egy ilyen jelenleg éveinkben megjelent új jelenség, vagy ennek van valami régi múltja? Ezt még a 70-es években írták le először ezt a szindrómát, és ugye a statisztikák azt mutatják, hogy életünk során valamikor mindenki találkozik egy ilyen jelenséggel, és ugye a szindrómává akkor válik, hogyha ez így elkíséri az életutunkat. És ez nagyon érdekes, mert biztos, hogy gyerekkori a gyökere, tehát hogy ezt is mutatják, illetve az egyik típus is pont erről szól, ugye a tökéletes, a zseni gyerek. És szerintem a megerősítésnél, a dicséretnél kezdődik ez az egész. Amikor valahogy téged úgy predestinálnak, hogy te egy ügyes vagy, te egy okos vagy, te egy kis zseni vagy, neked minden félkézből megy, neked nincsenek kudarcaid, nem lehetnek csalódásaid. És akkor valójában, ugye erről már beszéltünk egy kicsit Carol Dweck-nek ez a korlátozott tudat, meg gyümölcsöző tudat elméletéről, amikor ugye én azt hiszem, hogy ez egy velem született képesség, és nekem folyamatosan bizonyítanom kell, hogy ne okozzak csalódást másnak, akkor persze, hogy ott van bennem egy félelem, hogy mi van akkor, hogyha tényleg kudarcot fogok vallani, mi van akkor, hogyha nem fogok maximálisat teljesíteni. Hát jó, de azért azt kimondhatjuk, hogy nem minden gyereket, sőt azért a gyerekek nagy részét nem úgy nevelnek, hogy te mindenre képes vagy. Tehát, hogy általában az a legnagyobb probléma, hogy az emberek nulla önbizalommal indulnak meg az életükbe, mert hát gyerekként nem biztos, hogy megkapják azt a fajta megerősítést a képességét. Igen, de akkor nekik meg nem ilyen szindrómájuk lesz. Ez fontos. Igen. Tehát, hogy gyerekkorban van ugye az első gyökér, mert ugye ez a korlátozott tudat pont arról szól, hogy valahogy visszavezetjük a családfán, hogy a nagyapád is ilyen okos volt, az apád is, és fiam, te is, és valahogy adunk rá egy ilyenfajta szerepet, amitől persze, hogy nagy lesz ez a szorongás, mert nincs olyan életút, amiben nincsenek nehézségek, meg csalódások, meg kudarcok. De Anna, ez az impostor szindróma, ez nem egyfajta önbizalom hiány? Tehát, hogy végül is úgy van meghatározva, hogy az elismert, kézzel fogható eredményekben nem hisz, amit ő megteremtett. Igen, mert pontosan emiatt, mert nagyon érdekes, és itt van ugye a dicséretnek a hátulütője, hogy azzal nagyon sokszor csak önbizalom hiányt okozunk a gyereknek, hogyha túl sokszor és inadekvátan dicsérjük, sőt, arra vezetjük vissza a képességeit, hogy ezek ilyen vele született dolgok, ő nem is kell dolgozzon érte, mert ugye a gyümölcsöző tudat pont erről szól, hogy téged még akkor is megerősítünk, hogyha te elbuktál, hogyha neked nem sikerült egyből, mert azt veszük természetesnek, hogy a fejlődés, ugye az önbizalom az pont a küzdelmekben, a kudarcoknak a kezelésében, a nehézségeknek az elviselésében alakul ki, és persze, hogy aki egy ilyen életúttal indul, valójában ez olyan, mint egy ilyen kikozmetikázott élet. Ez pont olyan, mint beszéltünk az egyik műsorunkban, pont a boldogságról. Hogyha valaki ilyen nagyon görcsösen törekszik a boldogságra, pont a boldogtalanságát fogja megalapozni. Na most ugyanígy, hogyha szülőként én ugye azt gondolom, sőt, van is egy ilyen trend manapság, tehát az egyik a túldicsérés, amikor bármit tesz a gyerek, és akkor mindenre dicsérjük, akkor vagy elhiszi a gyerek, és akkor ugye elpróbálja rejteni, vagy egy nagyot csalódik, mert rájön, hogy ez nem adekvát.
Tehát, hogy nagyon-nagyon lényeges, hogy ezt már ugye kora gyerekkorban úgy megalapozni, hogy szülőként, meg pedagógusként végig gondolni, hogy milyen teljesítményeket értékelünk, mennyire segítünk neki ugye a kudarcait, nehézségeit átkeretezni, és felvállalni. Mert ugye ez is egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy erre mintát szülőként, meg megint pedagógusként, meg megint a családban kap a gyerek, hogy itt már visszavezethetjük a történetmesélésre, hogy ki hogy mesél történeteket. Mert persze, hogy könnyű imposztorrá válni egy olyan családban, ahol mindenki azt mondja, hát nekem így egyből sikerült, bementem, vezérigazgató lettem, azóta, mit tudom én, már kineveztek kelet-európai igazgatónak, tehát igazából én annyira jó vagyok, és akkor mit csinál a gyerek? Hát ahhoz, hogy ő megfeleljen, és ugye be tudja ő is bizonyítani, hogy ő is annyira ügyes, akkor el kell rejtse a sikertelenségeit, na és ettől lesz önbizalom hiánya, mert ő akkor soha nem biztos, hogy akkor ez most jó, vagy nem jó, vagy akkor ez az egyik arcom, vagy az a másik, vagy akkor erről beszélhetek, nem beszélhetek? De hát azért mondjuk ez egy érdekes dolog, hogy a gyermeket miért dicséred meg, meg miért nem. Tehát, hogyha most fest valamit, valljuk be, összefesti a fél bútort, és valami jut a lapra is, és mondod, hogy jaj, de szép, kirakjuk a ütőre. De hát persze, hogy nincsen szíved azt mondani, hogy kicsi szívem, mert azért ennél te tudsz szebbet is, nem? Tehát akkor próbáljunk meg vonalon belül maradni. Vagy hogy dönti el a szülő azt, hogy mi alapján dicsér egy gyereket a későbbiekben? Nyilván van egy elfogadott rendszerünk, ötös hoztál, vagy tízest hoztál haza, ugye jó vagy rossz, ugye így már kicsit könnyebb, vagy nem tudom, a lovas órán ügyesen lovagoltál, akkor én ezért megdicsérlek, de nyilván, ha kupit hagysz a szobádba, akkor persze, hogy nem dicsérlek meg. Na ez nagyon de fontos, hogy... egy ideig nem tudod eldönteni, hogy akkor amikor örülsz annak, hogy lábra áll, mikor örülsz annak, persze, hogy megszólal. Na, az így teljesen rendben van, ugye annyit nem fejlődik egy gyerek olyan rohamosan, mint amit az első évben végig tudunk, és látványosan végigkövetünk, és persze, hogy akkor motiváljuk, mert most nem fogjuk egy járását mondjuk a nem tudom milyen futóbajnokéhoz hasonlítani, és akkor úgy kritizáljuk, hogy azért mehetnél-e kicsit egyenesebben, tehát nem is erről van szó. Hát, vagy már mindenki biciklizik, csak te igen. Nem. Igen, 4 éves, vagy 3 évesen. Tehát hogy ezek ilyen... Igen, tehát hogy kisiskoláskor ez a teljesítmény versus kisebb rendűségnek a szakasza, és szerintem itt dől el rengeteg minden, hogy maga a teljesítményhez való viszonyom milyen. És gondoljunk csak arra, hány és hány olyan gyerek van, akár akinek mondjuk kitépik a füzetéből a lapot, mert az nem elég tökéletes, nem elég jó. Tehát, hogy nem érem be az elég jóval, mindig csak a tökéletessel. És akkor persze, hogy ő rejtegetni fogja a hibáit, mert akkor az már eleve kudarc, ami nem 100%. Na és innen jön ugye az egyik típusa is az impostor szindrómának, ez a szupernő, meg szuperférfi, amit ő mondtad, folyamatosan el kell játszani. Tulajdonképpen 5 típust különböztetnek igen meg eddig ebben a dologban, és akkor itt meg is érkeztünk az elsőhöz, tehát szupernő, szuperférfi. Akkor mit is jelent ez pontosan? Hát igazából ez egyféleképpen ez a kirakat élet, amit ugye, tehát ő minden szinten maximálisat akar teljesíteni, és hogy valójában ezt a sérülékenységét, meg sebezhetőségét nem meri megmutatni, mert akkor ki fog derülni, hogy ő nem az a szupernő, meg az a szuperférfi, akinek ugye azt gondolja, hogy elképzelték őt, mert ez is nagyon érdekes, hogy mi az, amit hiszek magamról, és mi az, amit én láttatni akarok magamról. Tehát, hogy ez egy érdekes kölcsönhatás. Vagy amit hisznek rólam, és én abban nem akarok csalódást okozni. Igen. Közben nem is az vagyok. Igen. Egyébként érdekes, mert ide példának abszolút felhozhatjuk azokat az anyukákat, akikről már beszéltünk, akik óriási terhet cipelnek azáltal, hogy még megosztja, hogy ő éjszaka ezt a sütit sütötte. Ugye volt erre egy példát, hogy aztán lebukott a hölgy, hogy tulajdonképpen egy másik internetről levett fotót tett közzé, mintha a sajátja lenne. Mert hogy tulajdonképpen ő ezt akarta megmutatni, nem? Hát, hogy ő egy jó anyuka, hogy ő neki még van ideje sütni is, meg foglalkozni is a gyerekkel, meg mindent is csinálni, de hogy közben meg az nem szégyen, ha nincs. Igen, tehát pont ez nagyon-nagyon fontos, hogy a szuper férfiak és szuper nők lehet, hogy vannak a filmekben, vagy ott léteznek, igen, amikor kidolgozunk egy fiktív karakter, de hogy a való életben mindenkinek vannak, tehát aki húsvér ember és nem félisten, mindenkinek vannak olyan pillanatai, amikor egyszerűen összecsapnak a hullámok a feje fölött, nem tud minden szerepében 100%-osan teljesíteni. Tehát ugye az csak egy nagy mítosz, hogy te most minden szerepedben mindig ott vagy a toppon. Ez mindenkinek egy folyamatos egyensúlyozás, még a legügyesebbeknek is.
Tehát, hogy mindig valami fele elbillen ez a mérlegés, és az a te döntésed, hogy akkor most hogy állítod egyensúlyban most, melyikből az többet, kevesebbet, és ez egyáltalán nem gond, hogyha te most adott pillanatban nem tudsz csúcsformában lenni egyik szempontból, mert ez lemondásokkal is jár. Uh-huh. És valójában ugye a szupernő meg a szuperférfi ezt nem tudja elfogadni magáról, és itt már egy elég direkt kapcsolat van a kiégéssel, uh-huh. mert a látszatot fenntartani, vagy többlet munkát befektetni, mert ők azért dolgoznak, tehát nem csak egy látszatot tartanak igen. fent, tehát hogy ez nagyon-nagyon fontos kiemelni, hogy egy kemény munka áll, sőt, még egy sokkal keményebb munka, mint hogyha én bevállalnám, hogy figyelj, mert, nem hogy, sikerült. Tehát, hogy ez nagyon fontos, tudjuk azt, hogy ez egy imposztor szindróma, de nem imposztor, tehát ők nem igen. csalók, csak nem hiszik el magukról azt, hogy tényleg, amit letettek az asztalra, az valós, az igaz. Igen. Tehát, hogy csalónak érzi magát igen. ebben a helyzetben, igen. de tehát, hogy persze, hogy becsapja elsősorban magát, mert ugye becsap valakit, akkor az az elsősorban az önmagamról alkotott kép, és akkor már nem tudom, hogy én most már melyik vagyok a sok közül, tehát, hogy melyikkel azonosuljak, mi az, amit megmutassak, és ez egy nagyfajta görcsösséget ad, és egy nagyfajta szorongást, mert valóban bármelyik percben lebukhatok, hogyha ez kiderült. Tehát, hogyha én mindig attól szorongok, hogy nehogy valaki megtudja, nehogy valaki belelásson, ugye hát a szupermenes kosztüm alatt, akkor ott mi van, hát végül is, még a szupermennek a kosztüme alatt is egy póló volt, nem? Tehát, hogy, vagy nem, az inge alatt az volt inge neki. Alatt. Tehát, hogy igazából pont ez a különbség. Mert ugye Supermannek úgy volt, hogy az inge alatt volt a Superman kosztüm, és ő úgy vedlett szuperhőssé, itt meg pont fordítva van, kívül egy Superman kosztüm, de hogyha kinyitom, egy ing van egy alatta, ing van és hogy mindannyiunk alatt egy ing van igazából, nem? Tehát, hogy mindannyian húsvér halandó esetlen emberek vagyunk, akik igen, belebukunk a saját történetünkben, na most itt az önismeret meg önbecsülés magas foka, amikor én ezt fel tudom vállalni, és el tudom mondani. Tehát ezért lesz hiteles valakinek a története, amikor úgy meséli el, hogy figyelj, nekem is voltak, mit tudom én, akár a pályaválasztásomban, vagy a karrier utamban ilyen és olyan terveim, ez sikerült, ez nem sikerült, itt egy nagyot csalódtam, nem tudom, a múltkor említettem el Roska Botonnak a történetében, szerintem nem meséltem, hogy az igaz példaképek. Tehát, hogy én pont azért szerettem ezeket a történeteket, ugye most az új könyvben, amiről írtam, mert ugye nagyon sikeres embereknek is rengeteg bukásuk volt. És például Roska Boton mesélte el azt, hogy ugye egy ígéretes tehetség volt, tehát ő cselló művésznek készült, de hát egy bűnrossz gyerek is egyúttal, úgyhogy rengeteg ilyen kalandja volt gyerekkorában, és 18 évesen a biciklit menet közben megjavította. Tehát ő bedugta a kezét, hogy gondolta, hogy ő annyira Superman, hogy ő ezt meg tudja javítani, és akkor levágta tehát a két ujjbegyét, és pont a vonófogó ujja sebesült meg, és gyakorlatilag egy olyan csonthártyagyulladása lett, ami folyamatosan visszatért, hogy a zenei pályafutás az kettébe tört, és így végezte el aztán az orvosi egyetemet, ugye közben járt matematikát tanulni, és a két területnek a kombinációjából született meg az, hogy ő retina kutatással foglalkozik, és ma már az egyik legismertebb szakember ugye a világon. Tehát ő nem úgy mesélte el a történetét, hogy hát én már kicsi koromtól orvos akartam lenni, és akkor ez kiugorja ezt a történet részt, hogy igazából egy baleset vezetett oda, hogy az ő pályája egy teljesen más irányt vett, és ez mennyire jó dolog, mikor például ezeket tudod látni, vagy akár Máté Bencének a történetében az, hogy ő ahogy kikereste az első objektívének az árát, és hogy ő retket meg mindenfélét termesztett, meg ott összekötözte, meg árulta a piacon, meg ugye amikor megkérdezte, hogy hát ő végezzen egyetemet, ne végezzen, fele ismerőse azt mondta, végezzen, másik fel azt mondta, hogy nem, és ma is nyilvánosan felvállalja, ő beiratkozott az egyetemre, de soha nem járt, tehát hogy ő úgy lett a legjobb fotós a világon, ugye amikor ezt a címet valaki elnyeri, hogy neki nincs egyetemi végzettsége. És hát ő nem egy diplomát fénymásolt, hogy akkor mutassa meg, de mégis van. Hány ember van, aki nem tanulta, és mégis valahogy az élete úgy alakult. Na de ez volt az első típusunk. Van itt nekünk a következő, ami ugye ez maximalista, perfekcionista típus. Na ez miből és hogyan és hogy kell? Lássuk ezt a dolgot. Hát igen, itt ugye az eredményeknek a tökéletességéről szól, és ez nagyon sok halogatással jár együtt, mert ő mindig várja azt a tökéletes pillanatot, és azt a megfelelőt, amikor majd nagyon minden jól el tudja tökéletes. Végezni, és persze, hogy ilyen nem lesz. Tehát, hogy gondoljunk csak arra, hogy mikor lesz az a tökéletes pillanat az életünkben. Sokszor amúgy, mert azon gondolkoztam, a hétköznapi életünkben ez hol fordulhat elő,
és pont az ilyen típusú terveknél. Nem? Tehát ő akár amikor megtervezzük a nyaralásnak a tökéletes képét, a tökéletes Instagram fotót, ami pont úgy fog kinézni, hogy mi olvasunk, és a gyerekek békésen játszanak a tengerparton. Hát vagy az életünket. Hány olyan van, aki azt mondta, hogy én 30 éves koromban már két gyermekem lesz, családi házban fogok élni, és pont ő az, aki 35 évesen még egyedülálló, egy nem tudom, belvárosi lakásban él, és szuper jól megy a karriere. És egész gyerekkorában családot akart, és családi házat, és kutyusokat. Igen, tehát, mert hogy ezek a tökéletes képek, amúgy a promoterek nagyon hajlamosak erre, ezeket a tökéletes képeket megalkotni, ami egy külső irracionális kép, mert azt én nem tervezhetem meg, hogy mégiscsak mikor leszek szerelmes, és akár jó, a gyereket is megtervezhetjük egyik vagy másik értelemben, de valamikor hiába tervezzük, mert úgy se jön, tehát hogy nem minden, ugye a saját kontrollunktól függ, ez aztán lesz a következő típus, mert ő aztán nem enged ki semmit, de hogy egyáltalán elfogadni azt, hogy igen, a dolgok tökéletlenek, de hát ez egy impostor szindrómásnak ez lehetetlen, mert az kudarc. Tehát, hogy ami nem maximum 100%, a 99 az kudarc. És erre mondja ugye Karácsony Bernő, hogy az abszolút szesz is csak 96 fokos. Hát ő az, aki folyamatosan képzi magát, mert soha nem elég, és még így sem teljesítő maga számára eleget, hiszen ez nem tökéletes. És itt van nekünk a harmadik típusunk is ebben a szindrómában, ez pedig a született zseni. Ugye? Igen, róla már egy kicsit beszéltünk ott a jutalmazás meg büntetés kapcsán. Hát igen, tulajdonképpen ez az, amit mondtál, hogy azt hiszi, hogy ő menet közben a biciklit meg tudja szerelni, mert eddig minden jól ment, és minden tökéletes volt. Hát, neki tulajdonképpen az élete így is telik az elején, hogy akadálynia kövesi a feladatokat, és ezzel így tökéletesen halad is, csak hogy utána azért csak-csak az életünk során becsúsznak hibák és kudarcok, amiket aztán nehéz. Igen, és ezért is mondják, hogy igazából a reziliencia, a rugalmas alkalmazkodó képesség az pont azokban a pillanatokban fejlődik a legjobban, amikor nem sikerül minden tökéletesen, és az egy mekkora képesség az életben, hogy te folyamatosan változó körülményekhez alkalmazkodni tudsz, mert a született zseni, ő csak az egyenes úton, tehát ami meg van írva, ezen ilyen állomások vannak, ott szépen minden be van tervezve, csak hogy ez nem pont így működik a való életben. Tehát, hogy még a legjobban megtervezett dolgokban is csúszhatnak be apró kis hibák, amiket egyáltalán nem gondoltunk. És hogy itt nagyon érdekes, hogy mert amikor ugye itt egy kicsit belemélyültem ezekbe a típusokba, hogy rájöttem, hogy mi a közös mindenikbe. Hát, hogy nincs humorérzékük. Ugye a humor és a magamon való nevetés. Uh-huh. Meg amikor tényleg minden összedől körülötted, és te ott állsz a nagy csődkupac közepén, és azt mondod, na jó van, hát akkor például Bridget Jones típusú film, vagy bármi, amikor ugye nevetni tudod a szituációt, és hány ilyen helyzetképünk van, amikor tényleg, mert az impostor szindrómás az tényleg úgy gondolja, hogyha szuper nőként, vagy szuper anyaként látja magát, hogy a fehér kanapén, a boldog kegyensőzött gyerekkel ül egy mosolygó anyuka, és hát szerintem ezen a csalódáson mindenki átmegy, első gyerek kapcsán, hogy azért nem pont így van, és tényleg, hogy vannak olyan helyzetek, amikor összecsapnak a hullámok a fejed fölött, amikor már nem bírod, amikor már dühös vagy, fáradt vagy, kiégett, akár a gyerekedre is haragudhatsz, ezek is vannak. És ez olyan, mint ugye az érzelmi intelligencia skálákban, az, hogy te csak egyik végleten akarsz mozogni. Te csak a boldogság, az öröm, a pozitív érzések, és valahogy lehasítod ezt az egészet. Na pont így hasítja le, hogy az impostor szindrómás, a kudarcokat, a nehézségeket, és a minden 99%-ot. Nagyon érdekes például régebb, mikor ilyen fokozati ellenőrzésekre jártunk, és akkor mindig voltak ilyen megterített asztalok, meg stb. És akkor mindig úgy kezdődött az egész, hogy a jelölt bocsánatot kért, a vinetta nem sikerült olyan jól, a töltött tojás, hát ez szokott jobb lenni, hát a frizurája sem lett elég jó, a kosztüme sem, hát a tervei sem annyira. És mindig az volt az a pont, amikor leállítottam, hogy az elég jó és bőven elég. Uh-huh. Tehát, hogy pont ebből a szorongásból lesz aztán még több hiba, mert ez nagyon érdekes. És ezt például én is megtapasztaltam akkor, amikor ugye az első előadásokat kellett tartsam ilyen nagy színpadon, és ott volt 700 ember, tehát, hogy tényleg nehéz ezt az érzést elengedni, hogy fú, hát itt vannak, most fizettek, elvárnak tőled valamit, hát neked tökéleteset kell alakítani, és az a görcs, még a hangom se volt a sajátom.
hallgattam, hogy ki beszél, mi ez a hang, ami így kijön belőlem. És azon a ponton, amikor én is el tudtam engedni ezeket a nagyon mély belső szorongásokat, és amikor kiesett a fülbe való fülemből, felálltam, visszaraktam, akkor kezdtem el meglátni az embereket, az arcokat, fel tudtam venni a szemkontaktust, tehát ugye hihetetlen szabadságot ad ez az egész, de hát ez egy hosszú út. Mert hogy szabad neked tökéletlennek lenni, és azt mondani, hát hol is tartottam, kinyitottam két zárójelet, egyszerűen nem tudom, hogy most már hol kell bezárni. És akkor a közönségben valaki mond valamit. És miért teremtődik meg ilyenkor a kapcsolat? Nem csak a közönsége, bármilyen más emberrel, mert hasonlók vagyunk. Hát ugye egy imposztor szindrómás ember mellett nem lehet ott ülni, mert te is úgy érzed, hogy felül kell licitáljad. Hát ő, hogyha ilyen ügyes, ilyen okos, ennyi mindent megcsinált, hát te, aki... Ugye, hogyha te is szorongsz a saját dolgaid miatt egy más szempontból, akkor csak a felülicitálással kerülhetsz föléje, ha egyáltalán ugye pont ez a cél, hogy fölé akarsz kerülni. Hát azért itt nagyon nehéz dolgok ezek, tehát itt megint odajuk adunk ki, ahova a legtöbb esetben és a legtöbb témánál kiukadhatunk, az egészséges önkép, tehát hogy mennyire fontos, hogy tisztában legyél magaddal. Na de itt van még ugye a negyedik kategória is, akiből talán egyébként a nem is tudom, inkább férfiakra jellemző, én úgy veszem észre, és nagyon sok ilyet ismerek, ez a magányos harcos típus. Amikor szégyen segítséget kérni, mert akkor tulajdonképpen elismerem, sőt azt mondhatom, hogy az idősekre is nagyon sokszor jellemző. Ugye nekem ne segíts meg, nem kell, mert én nem vagyok béna, én még el tudom látni magam. Na, tehát, hogy olyan érdekes az, hogy hol jelenik meg, jó, nyilván sok mindentől függhet, de most ebben a szindrómában a négyes típusunk, ez a magányos harcos. Igen, a magányos harcosok azok tényleg olyanok, mint a mesében az a magányos hős, hogy neki nem kell segítőtárs, nem kell csodaparipa, hanem ő így szépen a saját erejéből megy és végigcsinálja dolgokat. Mert végig lehet, tehát senki nem azt mondja, hogy nem lehet, csak sokkal nehezebb. Azért mennyire más az, amikor tényleg te azt tudod mondani, el tudod ismerni, hogy te nem vagy mindennek a szakértője, és akkor segítséget hisz, figyelj, te ehhez jobban értesz, mit szólnál hozzá, adjál tanácsot, vagy akár több embernek a véleményét kikéri, vagy hogyha van egy krízis helyzet, akkor tud ugye akár érzelmi támogatást kérni, mert ez is nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy ő meg tudja teremteni valahogy maga mögött ezt a védőhálót. És akkor úgy megy végig azon a kötéltáncon, hogy tudja, hogyha leesik, akkor mégiscsak ott van valami, amiben belepottyanhat. Viszont ugye az imposztor szindrómás, meg pont nem, és azt mondja, hogy én egyedül végigcsinálom, de az mekkora veszélyérzet, mekkora félelemérzet, hogy én tényleg egyedül maradok, nincs akihez forduljak, nincs akinek elmondjam. Hát akár csak, hogyha arra gondolunk, hogy egy barátnői, barátos kapcsolatban, amikor egy kávé mellett el tudod mondani, hogy figyelj, akkor én ezt gondoltam, ez nem sikerült, gyere, akkor segíts, javítsuk ki. Tehát, hogy ez egy hatalmas szabadságot tud adni ezen a területen. Mivel nem sok erre lejár a műsoridőnk, így a kicsit sürgetlek, hogy jussunk az öt típus végére, hát elérkeztünk azért az ötödikhez, akkor gyorsan foglaljuk össze. Hát ő a szakértőnk, és azért neki se lehet könnyű. Hát senkinek nem könnyű. Igen, csak is odajuk adunk ki, hogy ő az, aki... ugye minden területben úgy érzi, hogy ő otthon van, és hogy ő akkor meg tudja mondani a tutit, és pont, hát ő valójában félhet is a lebukástól. Hát mert igen, azért létezik mert ilyen ő ember, tehát ő kockázott a legnagyobbat, nem, igen. Hogyha belegondolom. De egy kicsit úgy érzem, hogy amúgy ez a típusú ember szereti is elhitetni azt, hogy ő abban a témában szakértő, tehát még hogyha nem is elég jártas benne, akkor is nagyon tudja a tutit. Vagy nagyon úgy adja elő. Ez is egy nagyon fontos dolog. Viszont ő már akkor igazából benne van a nem csak a szindróma, hanem imposztor is félig meddig típusba. Tehát, igen, ez ilyen... igen. Tehát, hogy az, hogy én eladom magam másnak, mint amilyen vagyok, és fenntartok egy látszatot, ez tényleg egy kicsit csalás. Nem? Tehát, hogy be tudnám vállalni, sőt, hogyha megnézzük a nagy kutatókat, a nagy elismert embereket, mindenki elmondja, hogy abból a szeletből ő csak nagyon keveset tud, és még csak annak a nagyon kevesnek is csak egy részlet, tehát hogy minél többet tudsz, annál inkább belátod, hogy mennyi mindent nem tudsz, és mennyi dologban kellene te még valójában tovább képződjél. Na de ugye a szakértő állandóan képződik amúgy, mert ő soha nem hiszi el, hogy elég képzett, és akkor megint megy, tehát ott van benne a mély szorongás is, hogy nehogy kiderüljön azért, tehát hogy azért mégiscsak csinálják valamit, hogy ilyennek látszak.
Hát szó, ami szó, az egészséges önkép, hogy tudjuk magunkat becsülni, hogy a tükörbe tudjunk nézni, és tisztában legyünk az előnyeinkkel és a hátrányainkkal is, és akkor talán tényleg egyfajta kiegyensúlyozott életet tudunk élni, nem leszünk ettől tökéletesek, de minden reggel úgy tudunk felkelni az ágyból, hogy ez vagyok én, vállalom, gondoljon bárki, amit akar, és hiszem azt, hogy ezt jól csináltam, vagy ezt rosszul, de abból tanultam, nem? Tehát ez az egészséges tükörkép. Meg az, hogy az én ideálom hol van, mert hogyha az fent van a csillagos egekben, akkor én soha nem fogok odaérni. És akkor persze, hogy a nagy magabiztos látszat az egy nagyon szorongó embert fog takarni, mert utolérhetetlen vágyaim vannak. Tehát, hogy akár ezt is lehet állítgatni, hogy ugye az igényszint az mindig a pillanatnyi lehetőségeink fölött kellene legyen egy kicsivel, és nem elérhetetlen magasságokban. Én azt mondom, hogy ez egy nagyon jó téma volt. Sok ember magára ismerhetett, és ez nem rossz. Tehát, hogy ezzel pont, hogy egy ilyen önbizalmat próbálunk generálni, mert hogyha felismered, az már egy nagyon jó lépés, és akkor már tudsz is tenni annak érdekében, hogy ez jobb legyen. Köszönöm, Anna, hogy itt voltál, és megosztottad velünk ismét a tudásodat. Jövő héten vasárnap találkozunk veled is, és a kedves nézőkkel is. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. A viszontlátásra. Viszontlátásra.